Jó reggelt kívánunk Hohn Krisztinának. Jó reggelt. És Szakás Lászlónak, az MSZP. Jó reggelt kívánunk. No, kezdjük Orbán Viktor tegnapi bejelentéseivel. Három ütemből álló gazdaság újraindítási akciótervet jelentett be tegnap a miniszterelnök. Első reakciók, hogyan értékelik a bejelentéseket? Hát először is még azért adós maradt a miniszterelnök az, hogy értékelje az elmúlt időszakot. Ha csak nem veszük ezt a... Nem értékelte? Beszélt róla. Beszélt róla, de azt inkább annak vehetjük, hogy ez inkább a konzervatív cinizmusnak volt egy ilyen magas iskolája, ugye, hogy nem tértünk vissza a segélyalapú gazdaságra vagy gazdálkodásra. Hát meg azt korábban már tisztáztuk, az elmúlt 100 év legsikeresebb, 10 esztendejét zártuk. Tavaly. Így van, Trianon óta a legsikeresebb, kivéve, hogyha Matolcsit is elolvastuk, de a helyzet az az valójában, hogy azért azt őnekik is meg kell érteni, hogy akik most elveszítették a munkájukat, ők nem azért veszítették el, mert rosszul dolgoztak, nincs arra a termékre szükség, amit ők gyártanak, vagy nincs arra az egységre szükség, ahol ők dolgoznak, hanem azért veszítették el a munkájukat, mert az egészség megóvása érdekében olyan szabályokat kellett hozni, hogy ők nem tudnak dolgozni. Ez, amit most említ, hogy kevesebben dolgoznak, ugye a miniszterelnök erről is beszélt, értékelte az elmúlt évet, azt mondta, hogy ugyanannyian dolgoznak. Hát a csodákat. Hát 40 ezerrel még a KSH is kevesebbet mutatott ki. Egyfelől, másfelől pedig ugye azt kell látni, hogy azért a KSH azt nem méri, hogy 4-6 órában hány embert foglalkoztatnak. Nagyon sokan lettek ugye részmunkaidősök, nagyon sokaknak csökkent a jövedelme, és ugye van egy 150-200 ezer ember, aki egyáltalán nincs is bent ebben a rendszerben, semmilyen fajta állami ellátást nem kap, már mindenből kiesett. Azért ezeket, hogyha összeadjuk, azért borzalmasan nagy számokat kapunk. Illetve vannak szektorok, amiken ugye nem segítettek, és hogyha ezt is beletesszük az értékelésbe, akkor lássuk azt, hogy mennyivel csinált másabbat az Orbán kormány, mint amit csinált körülöttünk bárki, vagy Európában bárki. Európában mindenki pótolta a kiesett bevételt, hogy ne szakadjanak meg a fizetési láncok, hogy az emberek ki tudják fizetni a rezsijüket, hogy a munkáltatók ki tudják fizetni a béreket. Magyarországon csökkentették a költségeket. Nem a kiesett bevételt pótolták, hanem csökkentették a költségeket. Hát de hogyha valakinek nincsen bevétele, az a csökkentett költség, bármilyen mértékben is csökkentették, azt nem fogja tudni kifizetni, legfeljebb egy kicsit lassabban fog belekerülni egy adósság spirálba. Ezzel ugye adós maradt a miniszterelnök, és ez a mondata, amivel azért az útszén hagyott azért több százezer magyar embert, ez a mondat, ez inkább a cinizmusra ad okot. Hát másfelől azért nézzük, azt mondta, hogy 10 millió forintot kapnak a KKV-k, ugye 10 éves hitelre, 3 éves moratóriummal. Őnekik ezt vissza kell fizetni, 10 éves hitelt kapnak, 10 millió forintot. Mészáros Lőrinc megkapott csak mondjuk 20 milliárd forintot rögtön, amit úgy fejből tudnék mondani, ami vissza nem térítendő, amit őneki természetesen odaadtak, másoknak nem adtak oda. Ez inkább egy ilyen oligarcha mentő csomag volt. Azt mondja, hogy ez nem egy valós segítség a kis és közepes vállalkozásoknak, vagy akár a mikrovállalkozásoknak. Tehát aki most tönkre ment, nem tudna esetleg újraindulni, kap 10 évre 10 millió forintot kamat nélkül, és 3 évig nem kell elkezdeni törleszteni. Dehogy nem valós segítség, csak hát a különbségeket kellene látni, hogy mondjuk Mészáros Lőrinc, aki elméletileg ugye ahhoz az osztályhoz tartozik, ők úgy hívják, hogy nemzeti nagytőkés, mi egyszerűbben csak oligarchának hívjuk őket. Ők ugye azért lennének, hogy amikor bajban van az ország, akkor ők segítsenek. Ugye ezzel takarózott mindig Orbán Viktor, hogy miért kell föltökésíteni ezeket az embereket. Ők vissza nem térítendő milliárdokat kapnak. Mondjuk 20 ezer millió forintot kapott, egy magyar KKV meg kap 10 millió forintot. A kettő között hatalmas a különbség, akinek meg ezt vissza is kell fizetni. Hát akkor Mészáros Lőrincre legyen ugyanaz igaz, ami a magyar KKV-ra, de jobbat mondok, inkább a magyar KKV-ra legyen az igaz, ami Mészáros Lőrincre. Úgy nyilván ott több és nagyobb vállalkozásról van szó, tehát arányaiban nem tudom pontosan, mennyire fedi le az ő vállalkozásának és a foglalkoztatott embereknek a nagyságrendjét ahhoz képest, mint egy kisvállalkozó csinál, de kétségtelen az arányokkal ez együtt. Ha egy kisvállalkozó elküldte volna a munkavállalóit, ő nem kapott volna kedvezményeket a magyar államtól. Mészáros Lőrinc akkor is kapott 17,7 milliárdot. Ez a nagyobb. Ha elküldött és pokolát tette 850 embernek az életét. Adjuk át a szót egy kicsit Hohn Krisztinának. Az LMP tegnap kiadott egy közleményt, hogy a mély szegénységben élő családokat segíteni, hát ez is ide tartozik nyilvánvalóan. Ez kimaradt az elmúlt időszakban, úgy látják, és hogyan kellene segíteni? Szerintem kimaradt, hiszen ez mutatja azt, hogy
hát valami minimális pénzen megemelték ugye a közmunkabért. Gondoljunk arra, hogy eddig 54 ezer volt, most majd ilyen 56 ezer forint körül lesz, ami szerintem az éhenhaláshoz is kevés. Több mint 10 éve nem emelték a családi pótlékot, nem emelik meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ami 22.800, nem emelik meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, ami ugye alapját adja rengeteg segélynek, önkormányzatok által nyújtott segélynek is. És valóban úgy érezzük, hogy elengedték a kezüket, és ami nagy baj, ami tudnék kapcsolni a képviselőtársamnak a mondandójához, az az, hogy egyre többen lesznek azok majd, akik mély szegénységbe kerülnek. Ugye az UNICEF jóslatai szerint akár 15%-kal is megemelkedhet a gyermekszegénységben élőknek a száma például. A gyermekek, akikre nem gondol senki, mert ugye munkához kötik a tulajdonképpen az adó kedvezmény az ugye munkához van kötve. Igen, de mi van azokkal, akik most a pandémia idején lettek munkanélküliek? Tehát azért nagyon sok olyan ember van, aki most nem tud mit csinálni, és lehet, hogy nem tud mit rakni az asztalra a gyereke elé. Hogyan segítenének, mi van ebben a csomagban? Ezt meg kéne emelni végre már a családi pótlékot 12 év után, az öregségi nyugdíjminimumot szintén, illetve hát el kéne gondolkodni azon, hogy nem 3 hónapig kéne a munkanélküli segélyt folyósítani, hanem sokkal hosszabb ideig. Hát most 1 éve vagyunk körülbelül a járványban, és én azt gondolom, hogy ez időszak alatt rengetegen nagyon nagy bajba kerültek. Gondoljunk itt a vendéglátósokra, a szórakoztatóiparban dolgozókra, tehát sokan már jaj kiáltásokkal fordulnak, mert a tartalékaikat mára már felérték, ha voltak. Ugye a kormány egy komoly családtámogatási, vagy hát hogy mondjam, a családokat segítő programot hirdetett meg, és évek óta folyik is ez ugye az ingatlan vásárlás sok elősegítése különböző visszatérítendő és visszanemtérítendő hitelek formájában. De most, amit mondott, valóban az lehet, hogy egy érzékenyebb dolog, hiszen a sajnálatos módon bár sokakat segít a lakáshoz jutásban, komoly összeggel ez a program, de nagyjából az ingatlanárak is annyival mentek föl, amennyit kapnak most a családok, viszont a jövedelmi helyzetükben sokkal fontosabb lenne az alapjövedelmek legalább, vagy ezek a minimális összeg, családtámogatás, egyebek emelkedjenek. De milyen anyagi fedezet van, vagy lehet erre? Látnak erre bárhol a büdzsében forrást? De mindig lehet találni forrást, ugye ez mindig egy döntés kérdése, hogy az ember MotoGP pályára költ, vagy a családoknak a támogatására költ, Mészáros Lőrinctől veszel Mátrai erőművet, vagy családtámogatásra költ. Tehát azt azért látni kell, és a fideszesek ugye ezért kerültek bajba akkor, amikor beütött a válság, hiszen az ő családpolitikájuk, a családtámogatási politikájuk alapvetően két dologra épül, adókedvezményekre és támogatott hitelekre. Na most, hogyha valaki elveszíti a munkáját, akkor az adókedvezményt nem fogja tudni érvényesíteni, és a támogatott hitelét nem tudja majd fizetni. Az egyikre a hitelmoratórium az valamilyen szinten ugye nyújtott segítséget, a másikra viszont nem. Ugye éppen ezért mondom, hogy a kiesett bevételt kellett volna pótolni az embereknél, nem pedig további adókedvezményeket adni, mert hát a semmiből, a nincsből hiába nem kell majd valamit befizetni, vagy csak kevesebbet kell befizetni. Olyan dolgokra kell költeni ebben a pillanatban, ami nem olyan beruházás, ami feltétlenül szükséges. Olyan dolgokra kell költeni, ami az embereknek a mindennapjait teszi könnyebbé, elérhetőbbé, tesz nekik szolgáltatásokat, könnyebben tudnak munkához jutni, vagy könnyebben tudnak adott esetben élelmiszert venni, hiszen vannak, akik ezzel is szembesülnek. Mi azt látjuk, hogy hát eltolódott egy másik irányba, hát sok száz milliárdot számolhatnánk össze, a MotoGP pályától a Budapest-Belgrád vasútvonalon keresztül, a Mátrai erőmű megvásárlásán át, a vadász kiállításig, amit ugye olyan dolgokra költött a kormány az elmúlt évben, ami nem a családok mindennapjait segítette, hanem egyes családoknak a mindennapjait segítette. Ugye az elmúlt esztendő is a legtöbb gond, amiről most itt beszélünk, mind abból fakad, hogy ugye egyfajta bezártságra lettünk utalva, a gazdaság is sok helyen leállt, vagy bizonyos iparágak, ahogy említette, a vendéglátás, szállodaipar, stb. Nagyon komolyan megszenvedte ezt az időszakot. Sokan már a nyitásról beszélnek, hát annak a szükségességről finomabb, vagy direktebb formában követelik is ezt. Nos, tegnap végül is erre is kaptunk egyfajta választ Orbán Viktortól, mert hogy újabb nemzeti konzultációt jelentett be. A kérdések várhatóan az ország újranyitásának lépéseiről szólnak majd. Nézzünk meg erről egy összefoglalót, aztán megbeszéljük, hogy mit gondolnak erről vendégeink. Ezúttal nem a postaládába érkezik a következő nemzeti konzultáció kérdőíve. Online válaszokat vár a kormány a nyitás kérdéseiről. Úgy tervezzük, hogy február közepén indítunk konzultációt a
A miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén három dátumot is megjelölt az újranyitásra. Azt mondta, március 1-ével, április 1-ével vagy április 3-ával, ami húsvét is egyben, szabadabb életünk lehet. A kormány az cselekedjen és ne levelezzen. A Momentum elnöke már ma konkrétumokat várt volna a kormányfőtől. Például, hogy legalább a vendéglátóhelyiségek teraszai megnyithatnak 50%-os kapacitással. A Momentum egyébként már nyilvánosságra hozott egy nyitási javaslatot, a többi között a kijárási korlátozás az üzletek nyitvatartási időpontjainak megváltoztatásával. A nemzeti konzultáció meghirdetése reakció a vendéglátói szektor és az ellenzék lázadására a szocialisták szerint. Kunhalmi Ágnes úgy véli, ez sem feletteti majd el az emberekkel az állami támogatás elmaradását. Az LMP parlamenti frakciója hiteltelennek és csalódást keltőnek tartja a miniszterelnök bejelentéseit. Azt írták, egy újabb kamu konzultáció, álzöld retorika és a kisvállalkozásoknak mondott semmi volt Orbán Viktor mai bejelentésének tartalma. Mármint a tegnapinak, hát eléggé sommás. A mondat második felét azt végül is megbeszéltük az előbb a gazdasági részét, de magához a konzultáció, miért áll konzultáció? Azért, mert általában azért úgy teszik fel a kérdéseket, hogy a válaszok azért olyanok legyenek, ami nekik kedvez, ez az egyik. A másik pedig az, ebben hogy... az esetben mi az, ami kedvez? Ugye mit szeretnének az emberek? A felmérésekből lehet tudni, hogy az emberek 75%-a nyitni szeretne. Igen, valamilyen fajta nyitást így van, szerintem. És önök mit gondolnak erről? Hát azt gondoljuk erről, hogy részben szükséges a nyitás, természetesen mindenképpen figyelembe véve a járványügyi szabályozást, és hát ugye az esetszámokat is nézni kell, és minden egyebet, illetve az átoltottság mértékét, de például nagyon sokan nem értenek azzal egyet, hogy miért kell este 8 órakor már bent lenni a lakásban, és miért nem lehet kimenni, különösen faluhelyen, ahol amúgy sem nagyon találkozik az ember más emberekkel. Tehát ugye ez a 8 órai bezártság, ez szerintem nagyon sokakban már pszichikailag is komoly betegségeket akár előhoz. Tehát itt nagyon sokan, a családon belül erőszakok száma is megnövekedett, lehet olvasni az újságban, illetve hát az, hogy az emberek egyre nehezebben tűrik ezt a bezártságot, és emiatt azért valamilyen fajta lazítás kell. Szerintem a nemzeti konzultáció időhúzás. Tehát ez egy olyan dolog, hogy most megint van mire fogni, hogy miért tudunk csúsztatni. Ugye én úgy gondolom, hogy pszichikálisan nehéz lenne azt feldolgozni, ha most bejelentenék, hogy mondjuk nyár elején lesz nyitás. Az túl hosszú idő. Tehát ilyen 2-3 hetekre vagy egy hónapra mindig kitoljuk. Mert azt gondolja, hogy nyár elején lesz nyitás? Hát az, hogy én mit gondolok, az csak egy dolog. Én azt gondolom, hogy azelőtt nem valószínű. Akkor miért konzultálna az emberek? Ennek a konzultációnak meg lehet jósolni azért a végeredményét, tehát nyilván az lesz a végeredménye, hogy issunk, azt szeretnének az emberek. Sőt, én attól tartok, hogy ők már tudják a végeredményét, így és van, ezért konzultál. Mint egy falat kenyér, ez úgy hiányzik egy jó nemzeti konzultáció most egyébként az embereknek. Ebben szerintem egyébként ők tévednek. Hogyha erre pénzt költenek, és van erre pénz, akkor mondjuk költhetnék egy jó tájékoztatási kampányra. Nézzük meg, hogy mondjuk akár Izraelben, hogyha ha valaki fel akarja venni az oltást, milyen tájékoztatást kap, akár a körülöttünk lévő országokban milyen tájékoztatást kap az, aki azért egy eléggé komoly beszédtéma, amiben egymás kétségeit néha elmélyítjük, amikor nem hozzáértük, ugye vitatkozunk arról, hogy melyik oltóanyagnak a milyen hatásmechanizmusa van. Erről egy jó kampányt lehetne indítani, ami növelné a bizalmat egyébként az oltások iránt, amitől szeretnék az emberek majd fölvenni egyébként ezt az oltást, és akkor hamarabb is lehetne nyitni. Ennek például volna értelme, nem ezt teszik, konzultálnak arról, amit valójában azért csak tudós embereknek kellene eldönteni. Bízom benne, nem sértődik meg senki, ezt mi biztosan nem tudjuk eldönteni helyesen. De mégis kérik a nyitást, tehát az MSZP is kéri, a Momentum, szinte már összekaptak a Momentumtól, hogy ki kéri hangosabban melyik párt a nyitást. De hát mellette ugye az egészséget is meg kell őrizni, hát látjuk azt, hogyha nyakló nélkül, vagy úgymond fejest ugrunk ebbe a helyzetbe, hát látjuk, Portugáliában pár napra kinyitották az országot, és azonnal exponenciálisan nőttek meg a fertőzések és a halálozások, az emberi élet és az egészség az nyilvánvalóan az első. Ha segíteni kell egy bizonyos ágazaton, mondjuk most a rendezvényszervezőkön, vagy éppen a vendéglátóiparon, akkor tartsa be a kormány az ígéretét. 50%-os bértámogatást ígértek novemberben. Nekem azt mondják, akikkel én beszélek, nagyobb rész nyilvánvalóan Baranyában, hogy eddig ők pénzt nem kaptak, csak hiánypótlást, hiánypótlást, meg hiánypótlást, csak azért nem adnak semmit sem a boltban.
Igen, ugye a héten döntöttek arról, hogy végül is előre ki fogják fizetni, illetve egy és majd utólag majd az elszámolásnál fogják őket ugyanúgy csuklóztatni, mint ahogyan most előre. Na de hát november, december, január és most már február van. 4 hónapig kibírja egy felszolgáló, egy szakács vagy akár a tulajdonos úgy, hogy közben levelezget valamelyik hivatala. Adják oda a támogatást, és akkor higgyék el, nyugodtabbak is lesznek az emberek. Tájékoztassák az embereket az oltásról, erre fordítsák ezeket az erőforrásokat. És akkor biztosan nagyobb kedve lesz az embereknek majd fölvenni ezt az oltást, és akkor hamarabb lesz nyitás. Volt egy másik történet is, ami kiverte a biztosítékot az LMP-nél, Hón Krisztiánál személy szerint a Fidesz elutasította a gyermekpornográfia áldozatainak komolyabb védelmét javasló, vagy erről szóló törvényjavaslatot. Nem is tudom pontosan, én nem láttam a részleteket, hogy volt ebben valami indoklás, vagy hogy miért utasította a Fidesz? Általában azért indoklás azért mindig van valamilyen formában, de azok csak üres szavak szerintem. Itt az a lényeg, hogy ki az, aki benyújtja ezt a módosító, vagy egyéb indítványt. Ha ellenzék nyújtja be, akkor gondolkodás nélkül lesöprik, szerintem el sem olvassák, vagy lehet, hogy van, aki elolvassa, de ez mondjuk szerintem ritka. Tehát ők akármilyen nemes célt szolgál, egy adott beadvány, egy javaslat, ők ezt simán lesöplik az asztalról, nem ők nyújtották be, szerintem csak azt nézik, hogy ki a benyújtó, és már nem is foglalkoznak vele, én ezt érzem. Nagyon ritkán, elvétve talán egy-egy dolog átmegy a bizottsági szinten, hogy tényleg megnyugodjunk, vagy a közvélemény felé elmondhassák, hogy ők nyitottak. Tehát ahogy a költségvetésben 800 benyújtott módosítóból egyes sem tartottak jónak szakmainak, ugyanígy minden egyes törvényjavaslatnál ezt tapasztaljuk, majd aztán, ha sokat mondogatjuk, akkor egyszer csak majd előjön egy másik javaslat, amit a kormánypártok nyújtanak be, és akkor azt elfogadják, de nem baj. Én mindig úgy vagyok vele, hogy akkor nyújtsák be ők. Tehát semmi gond, lehet, hogy gondolatébresztőnek jó volt, tessék beadni, adja be valamelyik fideszes képviselő, a fontosnak tartja a gyermekek védelmét, akkor most nyitott a kérdés. Mi volt ebben a javaslatban? Hát az, hogy tekintsék teljes körű áldozatnak ezeket a gyermekeket, és hogy kapják meg a megfelelő védelmet, ugye tulajdonképpen az adta az alapgondolatot, hogy ugye a Kaleta ügy, ahol kiderült, hogy hát nem tiltották el a gyermekekkel kapcsolatos munkától ezt az embert, és hát ez, hogy mondjam, sokaknál kiverte a biztosítékot. Minden jó érzésű ember felháborodik egy ilyen cselekményen, akkor is, ha csak nézegeti a képeket, ne nézegessen ilyen képeket, egészséges ember nem nézegeti ilyen képeket, és hogy ez adta az alapgondolatot tulajdonképpen, hogy bár vannak természetesen törvények, de csomó minden nem történik meg ezekkel. Milyen ellenérv hangzott el ezzel szemben? Tehát mi az, amiért nem hát, hogy nem támogatják, nem kell. Ez szokott lenni. Jó a törvény, és nem támogatom. Hát ez semmi. Csak. Tehát, hogy igazán a bizottsági szakaszokban általában olyan indoklás hangzik el, ami nem indok. Tehát, hogy nem támogatják, és kész. Olyanokat nem támogatnak, hogy egészen elképesztő. Tehát, ami tényleg, mint ez is például. Tehát itt nem szabadna pártpolitikát belevinni ebbe. Hát kit érdekel, hogy ki nyújtotta be, hogy ha ez a törvényjavaslat megállja a helyét, jól van megfogalmazva, stb. Megfelel az előírásoknak, és olyan célt támogat, ami fontos, akkor azt keresztül kéne engedni. Tehát csak azért, mert ellenzék nyújtotta be, akkor akár mindegy, miről szól, első pörjük. Hát lehet, hogy majd előkerül. Majd már hónap múlva. Lejárt az időn. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük szépen. Köszönjük.